Sok szeretettel köszöntök mindenkit, most hallgassuk meg a mai evangéliumot Szent Lukács könyvéből. Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a jeruzsálemi templom, Jézus ezt mondta: jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kőkövön nem marad, mindent lerombolnak. Erre megkérdezték tőle: Mester, mikor történik mindez, és milyen jelek előzik meg? Ő így válaszolt: vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket. Sokan jönnek az én nevemben, s mondják, én vagyok. És elérkezett az idő. Ne kövessétek őket. Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég. Aztán így folytatta: nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen. Eddig szól a mai evangéliumi történet, amelyben újra feltűnhet számunkra, hogy Jézus mennyire jó megfigyelő volt. Ő nagyon sokszor csak megállt egy bizonyos helyen, és elkezdte figyelni, hogy hogyan működnek az emberek, hogy miről beszélgetnek. Most is egy ilyen helyzetbe csöppenünk bele a jeruzsálemi templom környékén, amely gyönyörű kövekkel és fogadalmi ajándékokkal volt díszítve, és amikor a zarándokok megérkeztek Jeruzsálembe, és ellátogattak a jeruzsálemi templomhoz, akkor bizonyára mindenki elcsodálkozott, hiszen annak a kornak egyik művészeti remeke volt maga ez a templom, és az emberek gyönyörködtek benne. Viszont Jézus azt is látta, hogy ez néha elvette a tényleges fókuszt magáról, az Istenről. Azok az zarándokok, akik egyébként vallási indítatásból látogattak el Jeruzsálembe, nem az Istenre figyeltek, hanem a díszes templomra, a gyönyörű szép kövekre, a gyönyörű szép díszekre. És Jézus ennek kapcsán mondja azt, hogy ez a világ, ez múlandó. És ez a templom, amely Jézus korában még ott állt, mindössze pár évtized, és teljesen el fog pusztulni. Egyetlen egy fal, a siratófalnak nevezett falrész maradt csak meg a templomból, az összes többit lerombolták. És mindez jól mutatja számunkra, hogy ez a világ, ez mennyire bizonytalan. Jézusnak a szavai a háborúkról, a lázadásokról, az éhínségekről, természeti csapásokról, ezek nem megijeszteni akarnak bennünket, Jézus sosem félelmet akar kelteni bennünk, hanem ő egyszerűen csak leírja azt, amit mi is tapasztalhatunk az életünkben, hogy a világ mennyire bizonytalan, és hogy a mi életünk is, és a jövőnk is sokszor mennyire bizonytalan. De ennek kapcsán mindig megismétli azt, hogy ne rémüldözzetek, ne féljetek, mert a biztos pont, ami fixen ott van az életünkben, az maga az Isten. És bármennyire is bizonytalan ez a világ, bármennyire is kétséges a mi jövőnk, de Istenben mindig bízhatunk. És hogyha ráépítjük az életünket, hogyha belé helyezzük a bizalmunkat, és hogyha ő lesz a biztos pont az életünkben, akkor sosem veszítjük el a reményt. Belőle mindig meríthetünk erőt.